Na, szevasztok! Üdvözlök, nem mindenkit, Nagy Tétén Diós, de kijöttünk. Megnézni itt a frissen felújított állomást. Vagyis hát még folyamatban van, még nem is készült el teljesen. De azt ugye, mindjárt akkor kicsit szétnézünk, tartsatok velünk. Ezt nézzétek, itt van a felvételi épület. Ezt rendesen felújították, viszont le van még zárva. És a hagyományos viakolodos peron, a széles peron megépült. Maga az állomás az négy vágányos maradt, és épült egy középperon ide a második és a harmadik vágány közé. Ott a végén látjátok, hogy ott van egy fénysorompós átjáró. Itt van a kapcsolókert. Most állok szembe a felvételi épülettel. És ez valószínűleg műemlék jellegű lehetett, mert ezt meghagyták, és még fel is újított így eredeti állapotában. Tehát ott épült a aluljáron lehet keresztül jönni, és valószínűleg arrafele lehet valami lakott terület. Nem hiszem, hogy ez egy nagyon kihasznált megálló lenne, mert így szétnézve a környéken, így nagyon nincs itt semmi. Tehát szerintem Diósd az ugye arra bal oldalt lehet, de itt ez elég messze, mert itt amelyre elnézünk, és sehol semmi. Tehát valószínűleg sokan nem használják ezt a megállót. Nézzük, hogy... És itt van maga a tábla a felújításról. És szerintem forgalmi kitérőként maradt meg, hogy elnézem. És akkor itt látjátok, hogy itt van egy, vagy illetve lesz majd egy lift. A liftaknát már megépítették. Lift az még nincsen, de mindjárt lemegyünk az aluljáróba és szétnézünk. Szóval, hogy igen, tehát itt lesz majd a lift valószínűleg, de ez még OSB lappal be van nyomva, ez még csak a csupasz liftakna. Tehát azért bőven nincs itt még készen, semmi. És akkor lemegyünk az aluljáróba. Tehát még feldepózott betonaljak is vannak. És valószínűleg itt volt valaha rakodó is. Itt van az aluljáró, mindes lépcső is. Igen, jaj, egyébként itt van, hogy Zoli is itt van, videózik, meg a másik oldalt valahol Ambi is itt van. Úgyhogy menjünk le, nézzünk széljen. És látjátok, hogy a hagyományos aluljáró, és van vájút, tehát egy bicikli feltoló vájút is építettek. Hát igen, és akkor na, itt vagyunk magában az aluljáróban, még eléggé. És ide fogják a liftet beépíteni. Hú, itt már nagyon vízhangzik. És akkor azt nézzétek, hogy hát itt még csak a födén, tehát itt még gyakorlatilag semmi nincsen. És nagyon vízhangzik. Milyen jó lesz a videóban ez is. Tiszta. Hát itt... Ez itt nagyon, és itt lesz a valószínűleg itt van a gépház. És itt van a lift, vagy legalábbis itt lesz. Ez nagyon, ez egy frissen elkészített aluljáró, és nagyon vízhangzik. És úgy látom még a kivezető úgy se készült el. Kijövünk ide a felvételi épülethez. Azt nézzétek, és itt még óvatosan is kell lépni. És ennyi, de hát még nem készült el a járda se, ami valahol vezetne. Ezek, hogy kijöttünk az aluljáróba, átjöttünk a másik oldalra, de így elnézzétek, akkor ott a háttérben az autópálya, az egyik, talán az M6-os vagy az M0-as, körgyűnek a vége. És egyébként itt a környéken meg nincs semmi, tehát valószínűleg nem egy kihasznált megálló ez, mert ott arrafele a távolban már ott látni egy házat, meg ott van még egy vasúti épület ott a háttérben, és ott még azt lehetne megnézni. És itt a felvételi épületnek az utcafrontja. Ezt már még kicsit, ezt mindjárt közelebb megyek, és akkor megmutatom nektek. Egy rossz hűtőgép is hoztam. P43-3000, na, szevasz szírni. Meg, akkor magaiként Diósd arra van, hát egy kicsivel messze, de csak gyalog van messze, talán biciklivel, meg autóval annyira nem. És ott lesz majd a P+-szel parkoló, meg a biciklitároló. Na, nekem nem mindjárt lemerül az aksim. Ezt nézzétek, akkor itt lesz majd a P+-szel parkoló, ha egyszer elkészül. Az ott pedig mi megtudtuk, az egy szolgálati lakás. Itt nézünk Budapest felé. Igen, ez egy félreálló vágány, csak ott van a két átmenő vágány, a másik oldalt is van egy rakodó vágány, és gyakorlatilag ennyi. És akkor itt már maga pedonnak a vége, és ott a felvétel épület arra.
és hamarosan megérkezik az a vonat, amivel vissza fogunk menni Pestre, úgyhogy akkor ez a kis rövid nagy tétényt bemutató videó az ennyi lett volna, hát köszönöm, hogy megnéztétek, egyébként itt volt velem Zoli meg Ambi is, úgyhogy nem tudom, ja, Ambi az pont itt is mászka előttem, úgyhogy nem az, Zoli meg ott videózik valahol a szélén, úgyhogy akkor hát köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!